Sokkal több biztonsági intézkedés szükséges megtenni, nektek milyen biztonsági intézkedések vannak? A Török Szentmiklósi Rendőrkapitányság Házhoz megyünk címmel vagyonvédelmi információs pontot működtetett július 10-én a városközpontjában a Kossuth téren. A két órás programon az érdeklődők a vagyon elleni bűncselekményekkel szembeni védekezésről kaphattak tájékoztatást és hasznos tanácsokat, valamint megismerkedhettek néhány hatékony biztonságtechnikai eszközzel is. A mai kitelepülés a Török Szentmiklósi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési jelöldőként valósítom meg. Ez egy országos program, a Házhoz megyünk, amely 2015-ben indult útjára, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Ennek a programnak a célja a lakosság vagyonvédelkező képességének erősítése, fokozása. Azáltal, hogy vagyonvédelmi eszközöket és módszereket mutatunk be, hogy hogyan tudja a saját magát és értékeit az állampolgár minél jobban biztonságban tudni. Ezeken a kitelepüléseken számtalan eszközt, főleg egyszerűbbeket mutatunk be, és fölvillantjuk azoknak a lehetőségét is, hogy milyen módon teheti saját lakását, nyaralóját, egyéb értékeit biztonságosabbá. A program részeként megvalósul a Bike Safe kerékpár regisztrációs projekt is, amelynek célja a kerékpárlopások megelőzése. Azáltal, hogy a kerékpárokat egy online rendszerbe rögzítjük, egy regisztrációs lap és egy a kerékpárról készített fotók alapján. Ha a két kerekűt mégis ellopnák, akkor a feljelentés mellé ezekkel az adatokkal lehet csatolni, és a feljelentést így megtenni, amely alapján nagyobb eséllyel tudjuk a kerékpárt megtalálni, és jogos tulajdonosának visszaadni. Ezeken a kitelepüléseken a lakosság széles körét szólítjuk meg, tehát egészen a fiatal korosztálytól kezdődően a felnőtt és az idős korosztályon át mindenkit szeretettel várunk, hiszen a vagyonvédelem, a lopások megelőzése mindannyiunk közös érdeke. Rendkívüli képviselőtestület ülést tartott Török Szent Miklós város testülete 2020. július 9-én. Az ülésen szó esett a Török Szent Miklósi Rendőrkapitányság 2019-es beszámolójáról, valamint a Szolnoki Katasztrófa Védelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságának 2019-es tevékenységéről. Ezekről részletesen Háttér című magazinunkban láthatnak összefoglalót. Napirend előtti kérdésként a 300-as emlékével kapcsolatos információkat Révi Attila kérdésére válaszolta meg a polgármester. Emlékév van, bár hogyha végigmegyünk a városon, akkor sajnos nem sok mindennel találkozunk. Ugye itt a koronavírus járvány alapvetően átírta a történelmet, és amit elterveztünk erre az évre, az úgy néz ki, hogy dugába dőlt. Azonban most nincs már veszélyhelyzet, jelen pillanatban előreláthatólag azért ebben a 2-3 hónapban, amíg a nyár tart, talán úgy néz ki, hogy nem is fog visszatérni a veszélyhelyzet. A második hullámot viszont nem tudjuk, hogy őszre valóban visszatér-e. Kérdésem is erre irányulna, mire számíthatnak a török szentmiklósiak, itt főleg a nyári időszakban, a 2-3 hónapban, ami rendelkezésünkre áll biztonsan. Lesz-e az emlékéhez kapcsolódóan bármiféle program? Köszönöm. Már két alkalommal egyeztettünk a Jászlóshegy-Szolnok megyei Agrárkamara elnökségével, illetve a helyi gazdakör vezetőjével, budai képviselőúrral. A Magyarok Kenyere Jászlóshegy-Szolnok megyei rendezvényével kapcsolatban, a jelenlegi előkészületekkel kapcsolatban elmondható, hogy ami városi rendezvények tekintetében az előttünk álló időszakban megrendezését tervezzük, nyilvánvalóan, hogy minden egyes esemény majd a megfelelő jogi környezetben valósulhat meg. Ugye jelen állás szerint a vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján 500 főnél nagyobb befogadó képességű szabadtéri rendezvény nem tartható. Ennek ellenére úgy készülünk, hogy augusztus 20-ára szeretnénk városi rendezvényt tartani. Ennek az a magyarázata, hogy egyeztetve a Szolnok városi agóra intézmény vezetésével
Szolnokon is és több településen is, illetve a hírekből is látjuk, hogy Budapesten is úgy készülnek, hogy augusztus 20-a körül nagyobb rendezvények kerülnek megtartásra. Vélhetően majd valamikor a nyár folyamán talán ezeknek a rendezvényeknek a jogi környezetét is lehetővé teszi a kormány. Minden esetre úgy készülünk, hogy augusztus 20-ára részben városi megemlékezést tartunk. Ehhez fog kapcsolódni a Nemzeti Agrárkamara által szervezett Magyarok Kenyere Jász-Nagykun-Szolnok megyei gabonagyűjtő, illetve kenyérünnepe. Ezt követően augusztus 20-án a megszokott városi rendezvényre készülünk este. A közművelődési intézményünk javaslatára a Töröki Szárnyas Fesztivál ugyan nem tartható, mert az is egy 500 főnél nagyobb befogadóképességű rendezvény, mégis egy baráti főzőversenynek elnevezett rendezvény előkészületei vannak folyamatban, illetve magának a Törökszentmiklós 300 rendezvény sorozatnak azon programelemei, amiket civil szervezetek szerettek volna megtartani. Előkészítés alatt van szeptember hónapra az Utcazene Fesztivál, előkészítés alatt van az Óbalai Falunap, ha jól tudom, előkészítés alatt van a Városi Sportnap is, illetve az Alföld Challenge második fordulós, vagy második megrendezése. Október folyamán előkészítés alatt van a megyei felnőtt kórusok megyei kórus találkozója, ami idén 30. alkalommal kerül megrendezésre, és a Törökszent Miklós 300-hoz kapcsolódik, illetve két komoly zenei esemény szintén október végére. És akkor nyilván, hogy a későbbi események reméljük, hogy a megszokottak szerint alakulhatnak. Emellett pedig az intézményünk megnyitotta a kapuit, és várja a törökszentmiklósi lakosokat a saját programjai, meghirdetett programjai alapján. 15 millió búzaszem, a Magyarok Kenyere program 2020-ban is Törökszentmiklóson is elindul és működni fog. Ezzel kapcsolatban milyen információkat tudunk megosztani már most a nézőkkel? Nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőit. Igazából néhány nappal ezelőtt tettük hírré különböző médiákban, portálokon, hogy ebben az évben is elindítjuk a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem egy nemzet szlogenre hallgató búzagyűjtő adomány mozgalmat. Annyit kell most erről előjárójában tudni, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szervezésében ebben az évben is 4 gyűjtőhelyen történik majd az adományoknak a begyűjtése, többek között itt Törökszentmiklóson, aminek az az aktualitása, hogy ebben az évben Törökszentmiklós a 300 éves évfordulóra való tekintettel megkapta azt a lehetőségét, hogy augusztus 20-án egy megyei nagy rendezvényen köszönjék meg a gazdáknak, adományozóknak a búzaadományokat, és itt tartjuk meg a központi rendezvényünket. Ami meg a hétköznapokra vagy az operatív gondolatokra jellemző az, hogy a Pót János által fémjelzett 46-os út melletti telephelyen lesz a búzának a gyűjtése, és minden gazda, vállalkozó, szövetkezet vagy bárki, aki úgy gondolja, hogy a Kárpát-medencében élő magyarokat próbálja segíteni, vagy tudja segíteni, azok megkereshetnek adományaikkal, segítünk az adományok eljuttatásába, ezeknek az adminisztrációjába és mindenben. Koronavírus tájékoztató 2020. július 10-én. 3 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 2 idős krónikus beteg. Összesen 4223 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős krónikus beteg, ezzel 593-ra emelkedett az elhunytak száma, 2941-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 689 fő. Az aktív fertőzöttek 38%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 46%-a budapesti. 133 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. A magyarországi járványügyi adatok
a hivatalos tájékoztatás szerint továbbra is kedvezőek. A sikeres védekezésnek köszönhetően sikerült a tömeges megbetegedéseket elkerülni és a több ezres haláleseteket. A járvány azonban nem ért véget. A környező országokban a megbetegedések számának növekedése tapasztalható, ezért a kormány, az operatív törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet, és ha kell, meghozza a szükséges intézkedéseket. Világszerte több mint 200 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériuma is különbözőek. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen. A betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 3.117.901 fertőzött van, több mint 133 ezeren haltak meg, viszont 969 ezeren már meggyógyultak. Brazíliában több mint 1,5 millió fertőzöttről és közel 70 ezer halálos áldozatról számoltak be az egészségügyi szervezetek. Az Egészségügyi Világszervezet március 11-én nyilvánította a világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Wuhanból terjedt el.